Köszöntöm nézőinket, itt vagyunk a Csokonai Könyvtárban, és hamarosan kezdődik egy eredményhirdetés. Dr. Kassuba János névvel beszélgetünk, hiszen ön volt ennek a ötletgazdája és a szakmai összefogója. Mi is pontosan ez a pályázat, aminek az eredményhirdetésére érkeztünk? Igen, a könyvtáros tanárok munkaközössége csatlakozott a Legszebb Konyha Kertek programhoz, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos, hiszen látjuk, hogy milyen nagy sikere van az országban, tehát ennek minden hozadéka van, tehát az, hogy az emberek megismerjék, illetve visszatérjenek a kertészkedéshez, és hát tudjuk, hogy Karcagon ennek nagy hagyományai vannak, és ezért mi is megkérdettük a gyerekek felé Zárkertek Karcagon címmel egy olyan írásos pályázatot, amely ebben általános, illetve középiskolai tanulók írhatnak a szülők, nagyszülők, kerttulajdonosok kertjeiről, a kertművelésnek a hagyományairól, a kertek nevének eredetéről, és hát természetesen az volt a célunk, hogy a gyerekeket is bekapcsoljuk ebbe a mozgalomba. Hány pályamunka született? 16 pályamunka született, én úgy gondolom, hogy írhattak volna többen is, de én mégis azt mondom, hogy kezdetnek ez azért siker, és nagyon szép munkák, szép részletes, és olyan munkák születtek, hogy nem csak írtak a gyerekek, hanem saját készítésű fotókkal, rajzokkal egészítették ki, amelyek a kertjükről szóló, különböző kerti eseményeket örökítenek meg, sőt a gyümölcsöket, a zöldségeket lefényképezték, azon kívül pedig nagyon szép verseket idéztek, amelyek a kertekkel kapcsolatosak, és hát én úgy gondolom, hogy mindenki számára öröm volt ez a munka. És hol lehet majd ezeket a pályamunkákat elolvasni? Ezeket a pályázatokat itt a Városi Csokonai Könyvtárba fogjuk majd megőrizni, és úgy gondolom, hogy nem csak ez volt az egyedüli, ez a kezdet, és majd szeretnénk ezt a munkát tovább folytatni, hiszen nagyon fontos, hogy a gyerekek is megismerjék a kertek művelésének a fontosságát, hiszen ez hozzájárul az egészséges életmódhoz, és azon kívül hát a családoknak az önellátását is segíti, és sok örömet is ad. És ki volt a szakmai zsűri, tehát ki értékelt ezeket a pályázatokat? Én a szakmai véleményező Fazekas Sándor agrármérnök úr, aki hát ugye ismerős a városban, hogy igazi kertművelő, több évtizede ugye foglalkozik kertműveléssel, és hát szakértő, ő véleményezte a pályázatokat, nagyon jó véleménnyel volt a gyerekek munkájáról. Akkor elmondhatjuk, hogy ez egy sikeres pályázat volt, reméljük, hogy még lesz sok hasonló, úgyhogy jó munkát kívánunk önöknek. Igen, köszönjük szépen, és úgy gondolom, hogy majd lesz folytatása. A pályázatokat Fazekas Sándor olvasta és bírálta el, erről nagyon jól tudjuk, hogy saját maga is kertészkedik, gazdálkodik. Milyen szempontok alapján értékelte a munkákat? Hát figyelembe vettem nagyon a gyermekkort, a gyermekek érdeklődési körét, ami tartalmazta egy kicsit azért a környezetének a hatása is rajta. Igyekeztem azt kiemelni az osztályozásba is, ami értékesebb rész. És ez már egy kicsit különbözik a régi dolgoktól, mert kellett az újabb növényfajtákra is odafigyelni, és nagy örömmel a gyermekek dolgozataiba is találkoztam ilyen megjegyzéssel. Biztos a szülőktől kapták, de mindig alkalmazkodni kell, ezt úgy mondom, ha beszélek fiatalokkal is a körülményekhez, az újabb fajták, a növényvédőszerekre, meg az újabban jelentkező problémákra, hogy mi hiányzik jobban, meg minek milyen az értéke. Nagyon sokat jelent az, ha valakinek van egy kis termőföldje, és saját magának, a családnak meg tudják termelni, különösen azokat a zöldségféléket, vagy kiskerti növényeket, amelyeket folyamatosan fogyaszt az ember. És azt ugye úgy a jó, hogy gondolok egyet, hozok a kertből, nem az üzletbe megyek, ahol vagy olyat kapok, vagy nem olyat kapok. Sőt, hát nem nagyon hívtam fel a figyelmet, bár kell is, hogy nagyon meg kell azt is nézni, hogy a növényvédőszerekkel milyen növény, hogy van permetezve, illetve vagy gyomírtószert például nagyon szigorúan bírálnám el, ha gyomírtószer után krumplit vagy gyökérzöldséget vetnének.
igyekszek így elmondani a gyermekeknek, és meg irodalomra is felhívni a figyelmet. Hát örömmel állapítottam meg ezekből a dolgozatokból, hogy ezekkel a véleményekkel nem teljesen negyedül vagyok, de azt is mondom, hogy azért hiányosak ezek. Tehát beszélni kell velük. Én még azt is el tudnám képzelni, hogy az általános iskolába valamelyik évben a hatodiktól felfele bevezetnének olyan órát, ami az ilyen termeléssel foglalkozik, ilyen zöldségtermesztéssel, vagy akár a gyümölcstermesztéssel is. Sőt, ami itt nem kerül szóba, a gyümölcstermesztés mellé bizonyos fokú állattenyésztés is jó. Például, ha valakinek annyi baromfia van, vagy öthatjuk, és a saját magát ellátja tojással. Vagy olyan nagyon jó volt régen, mikor kacsát hízlaltak, tömték, igaz, hogy azt mondják, hogy a kacsa mennyi szenvedett, de attól függetlenül a kacsa tepeltő nagyon finom, csak meg kell kóstolni. A liba is. A liba meg megint nagyon hasznos állat, mert az meg szeret legelni. Meg nagyon értelmes, nem is olyan vad az, mint ahogy sokan ráfogják. Nekünk volt az is. Hát a malaszfélére kevesebbet gondolok, pedig az is megéri. Igaz, hogy most a takarmányár elég magas, meg azért a csak komolyabb munkát igényel, de azért azt is oda tehetjük. Egy-egy hízót, ha levág egy család, ugye el van látva húsra. Nem is szólva, hogy hát a karszagi emberek meg a birkahúst is sokszor értékelik, de ezekbe a dolgokba bele kell nőni. Ezt nem lehet csak úgy, hogy na, meghallom az iskolába, azt valamit megjegyzek tőle. Mert egy állat is, ha eszik, akkor inni is kell neki. De a növény is úgy van, hogy megvan a vetés ideje, a betakarítás ideje, mert például a zöldborsó is nagyon finom, de egy kicsit túlérik, már nem olyan finom. Tehát ezt is el kell sajátítani, de fajtától is függ, hogy melyiket meddig lehet kint hagyni. Nem is szólva a zöldbab is olyan, vagy akár a kukorica, a főtt kukoricát, nem is szólva a dinnyéről, azt meg a kopogtatásról meg kell tudni állapítani, de milyen jó, ha el van látva a család. Nekünk volt egy olyan kertünk, míg nem volt, ha benne olyan 30-40 négyzetméternyi területen 4 mázsadinnye termett. De nekem van gyakorlatom a dinnye termesztésbe, de az csak a napfényes helyet szereti, az a gyümölcsvátnak a közelébe se érdemes. Akkor hát a kártevőktől is meg kell védeni, mert hát a nyúlak fácán a borsót szereti kiszedni a földből, a nyúl is lerág sok mindent, az őz is tesz kárt benne, és karszagi zárt kertekbe ezek bejárnak. Sőt, olyat hallottam, hogy a partos kertbe még a vaddisznók is bejártak a tavasszal. Később azt nem tudom, hogy mi lett, de mindezt kiegészíthetné egy kis fólia is. Hát különösen az udvarokon, ahol olyan teljedelmű az udvar, nekünk is volt fóliánk, az még a piacon nem is volt egyik-másik növény, de már a fólia alól ettük. És hát úgy jó berendezni, hogy egy kicsit fűthető legyen, nem azt mondom, hogy decemberbe, de hanem már ott el lehet január végén kezdeni, hogy na vessünk valamit, és olyan hideg van, akkor esetleg tudjunk fűteni. Tehát nagyon széles körű ez, nem lehet ezt rövid idő alatt elmondani, meg értékelni se. Röviden, tömören én ezt így tudnám értékelni, de még annyit befejezésül, hogy minden gyermeket tanítani kéne, holott sokszor még a szülőket sem ártana, mert a szülők nevelik a gyermeket. Ha ők nem jól csinálják, akkor mit várjunk a gyermekektől?
reméljük, hogy ez a pályázat is segít abban, hogy a család elkezdjen gazdálkodni, és a saját tapasztalatuk alapján jövőre vagy idén már egy kicsit jobban teremjen a dinnye, vagy bármi más. Én azt kívánom, hogy sokszor tudjon még tanácsokat adni a diákoknak, és elmondani ezt a sok hasznos dolgot, amit ön a tapasztalatát, a több évtizedes tapasztalatát átadja nekik. De azt mondom, hogy ez a pályázat első lépése volt annak, amit ön is említett, hogy egyre több gyermek és család kezdjen el a zárt kertben gazdálkodni. Igen, hát ez kiemelten jó, hogy ezt a dolgozatot is behozták, meg azért erre odafigyeltek, új dolog ez, nekem is új, nem amit benne tudni kell, hanem ez a szervezési forma. És nagyon is kérem a pedagógusokat is, meg a szülőket, meg még inkább, hogy igyekezzenek a gyermekeket ezekre, ami ott szükséges, megtanítani. Vagy ők is, amit nem tudnak, szakirodalom van bőven, és abból olvassák el. Mert a fajták nagyot változtak, sőt, most a növényvédőszerek is egy újabb, egy csomót kivontak a forgalomba, de újakat helyette. Nekem is új dolog, és nekem is át kell tanulmányozni. Akkor ön is azt mondja, hogy nem késő még elkezdeni a tanulást, folyamatosan tanulni kell. Én akkor azt kívánom, hogy önnek is legyen sikeres az idei éve, és hát találkozunk még sokszor ilyen hasonló pályázatokon, ahol értékelhetjük a gyerekeknek a kerttel, kertészkedéssel, növénytermesztéssel kapcsolatos pályázatait. Köszönöm szépen, én segítek is, amit tudok, még a szülőknek is annyi tapasztalatom van, hogy nekik is tudok biztos újat mondani. Kedves diákok, szülők, tanárok! Tisztelt hölgyeim és uraim! Minden diákban ott lakik a kalandvágy, hogy felnőttként, ismeretekkel felvértezve, felfedezzen valami rendkívülit, értékeset, újat, és elsőként tárjon fel egy olyan területet, amelyet korábban még senki sem kutatott, ahol még senki sem járt. Érett felnőttként ez a tudásvágy vezette Julianus barátot keletre, Kolumbusz Kristófot nyugatra, Neil Armstrongot pedig egyenesen a Holdra. Ti, a legszebb konyhakertek programban résztvevő diákok egy olyan kutatási területet fedezettetek fel, ahol előttetek még nem jártak, nem gyűjtöttek és nem jegyeztek le eddig páratlan ismereteket általános iskolások. Az elvégzett munka nagyságát, felelősségét és eredményességét bizonyítja, hogy mára országos szintre emelkedett az a karcagi kezdeményezés, amelybe a zárt kertek karcagon pályázat is illeszkedik. A nagy érdeklődésnek köszönhetően 2013-ban már nem csak Karcag, hanem Magyarország legszebb konyhakertjét keressük, és talán hamarosan az egész Kárpát-medencére kiterjed a városunkban elindult program. Szüleitek, tanáraitok, az iskolástársak, a könyvtáros tanárok munkaközössége is minden karcagi büszke lehet rátok, valamint arra a 14 tartalmas, magas színvonalú, szép pályaműre, amelyet benyújtottatok. Pótolhatatlan értékeket mentettetek meg a feleléstől, egyedülálló szellemi kincsekkel gazdagítottátok a várost, ami táptalajt nyújt ahhoz, hogy felelevenítsük a hagyományos háztáji gazdálkodást. Amint műveled a kertet, úgy termi a zöldet. Ti valóra váltottátok a közmondás bölcsességét, és megtapasztalhattátok, milyen felemelő érzés, amikor az ember maga dolgozik meg a sikerért. Szívből gratulálok a szép eredményhez. Kívánom, hogy az országban mindenütt ilyen tetrekész emberpalánták nőjenek fel a szülők és a tanárok gondoskodó szeretetében, mint amilyenek ti vagytok. Bízom benne, hogy a középiskolások is felbátorodnak a példátokon, és ők is a nyomtokaitokba lépnek. Köszönöm a könyvtáros tanárok munkaközösségének és a felkészítő tanároknak a fáradozást, amellyel sikerre vitték a tanulói pályázatot. Budapest, 2013. május 16. Dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter. És ezúttal szeretném átadni miniszter úr ajándékát, amely egy kirándulás lesz számotokra és a felkészítő tanárok számára. Május 31-én Budapestre, az Országházba, Vidékfejlesztési Minisztériumba és a Mezőgazdasági Múzeumba. Ezekről a részletekről pedig majd a tanáraitokon keresztül fogtok értesülni, és én is még egyszer szeretnék nektek szívből gratulálni, és a elméleti munka mellé jó kertészkedést is kívánni az elkövetkezendő hetekre, hónapokra.
Kovács Szilvia a polgármester ötletgazdával már többször beszélgettünk, hiszen itt is konyhakertekről és kiskertekről beszélgetünk. A Vess bele magad akcióról már beszéltünk többször, itt vannak a gyerekek, biztos vannak olyanok, akik ők is részesei ennek. Fontos dolognak tartja ezt, hogy most itt egy eredményhirdetése kerülsor, és egyáltalán ennek a pályázatnak a végeredményről tud-e nekünk valamit mondani? Nagyon fontos dolognak tartom, hiszen az elmúlt évtizedekben, több tíz éve már nem lehet a gyerekeket az iskolában gyakorlati foglalkozás keretén belül konyhakertművelésre fogni. Én emlékszem annak idején, én még gyerekkoromban bizony-bizony szorgalmasan jártam a gyakorlókertbe. Nem mindig szerettük ezt a tevékenységet, de arra viszont nagyon jó volt, hogy ráneveljen bennünket a kertészkedésre, és megszerettesse velünk ezt a szabadidő eltöltési formát, és bizony, akit gyerekkorában erre ránevelnek, úgymond, én úgy gondolom, hogy felnőtt korában sem lesz ehhez a területhez hűtlen. És hát az is fontos, hogy utána ő is a családot is beoltja, hiszen láttuk ott a kiskulcsosi tagiskolában, amikor a gyerekek átvették a vetőmagot, hogy milyen lelkesek voltak, azóta már bizonyára kell a retek saláta, tehát biztos, hogy ez egy ilyen közös családi élményé válik. Igen, ez nagyon fontos, és a tavalyi kertbejárások során szintén azt tapasztaltam, hogy a gyerekek nagyon jó aktivitással és nagyon jó arányban és lelkesen bevonhatók ebbe a programba, hiszen szeretnek kertészkedni, szeretik ezt csinálni, és ez a pályázat pontosan egy jó alkalom arra, hogy erre a tevékenységre, ha nincs is az iskolában gyakorló kert még, és remélem ezen túl majd lesz, akkor felhívja a gyerekek figyelmét arra, hogy bizony nagyon fontos része életünknek a kertkultúra, a kertművelés és az egészséges zöldségek, gyümölcsök megtermelése családunk és barátaink számára. Aztán fogunk mi még erről sokat beszélni, és ez mindenképpen egy hasznos pályázat volt, és hát láttuk, hogy eredményes, hiszen itt vannak a díjazottak, akik örömmel fognak mindent meghallgatni majd a zsűri értékeléséből. Így van, nagyon értékes és hasznos munkák folytak és történtek meg, amiket én úgy gondolom, hogy összegezni kell majd egy nagyobb tanulmányba, és bizony ezek által, a munkák által, ezeken keresztül lehet megőrizni azokat a hagyományokat, amiket elődeink összegyűjtöttek és letettek az asztalra, illetve ezáltal tudunk gondoskodni arról, hogy ez ne vesszen el, hanem tovább lehessen örökíteni az utód nemzedék számára. Akkor jó munkát kívánunk Önöknek ehhez, és találkozunk jövőre is egy hasonló pályázaton. Köszönöm szépen, és bízom benne, hogy így lesz.